Tisztelt Országgyűlés, itt elnöklésem alatt 2 órát végighallgattam ezt a vitát, és nagyon sokszor kedvem lett volna hozzászólni, de igyekszem összeszedett lenni, és tárgyszerűen elmondani a gondolataimat a határozati javaslattal, illetve ennek tárgyával kapcsolatban. Ami az elmúlt bő egy évben folyt Nyugat-Európa, illetve elsősorban az Egyesült Államok részéről ezzel a háborúval kapcsolatban, az rendkívül erőteljes képmutatás, rendkívüli cinizmus, amely gyakorlatilag nem szól másról, mint hogy az Egyesült Államok a saját gazdasági érdekeit akarja érvényesíteni, és ehhez semmi sem drága számukra, még az ukrán emberek élete sem. Mert kell, és nagyon fontos, és én magam is fogok beszélni arról a gazdasági átrendeződésről, ami eztnek a háborúnak a következménye már most Európában, illetve Magyarországon is, de mindenek előtt, minden egyes háború kapcsán az emberi életekről, az otthonokról, a családokról kell beszélnünk, és egyébként arról, hogy milyen pusztulás következik be Ukrajnában, mennyi menekült, mennyi embernek változik meg az élete, hogyan és mikor fogják tudni egyáltalán helyreállítani ezeket a területeket, és az Egyesült Államok mindezeket egyáltalán nem veszi figyelembe. Arról is sajnos beszélnünk kell, mert nagyon sokan, egyre többen megkérdőjelezik Nyugat-Európában, hogy Magyarországnak és minden országnak joga van saját álláspontot kialakítani ezzel a háborúval kapcsolatban. Jogunk van azt mondani, hogy nem szállítunk fegyvert, jogunk van azt is mondani, hogy mondjuk nem támogatjuk Svédország és Finnország NATO csatlakozását, ami a háború további eszkalációjához vezet, és jogunk van azt mondani, hogy a saját gazdasági kapcsolatainkat egyébként úgy alakítjuk Oroszországgal, vagy bármely más országgal, ahogyan azt mi akarjuk. Nem lehet nem észrevenni azt a brutális kettős mércét, ami a médiában is megjelenik. Itt Tilki Attila képviselőtársam beszélt az EBSZ parlamenti közgyűléséről, ennek magam is tagja vagyok, és döbbenten tapasztaltam azt a rövidlátó gondolkodást, ami ott lényegében a megjelent képviselők beszédeiből kirajzolódott. Nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni, hogy Európa milyen gazdasági következményekkel kell, hogy szembenézzen, és hogy a saját vesztébe rohan, szemben mondjuk azzal, amit egyébként még Oroszországgal kapcsolatban is tapasztalhatunk. A nagy nyugati elemzők ugyanis azt mondták a háború kitörésekor, hogy a szankciók hatására az orosz gazdaság visszaesése 2022-ben nagyjából 10%-os, vagy még annál is nagyobb mértékű lesz. Ezt olvashattuk a sajtóban, aztán láttuk, hogy a legfrissebb adatok szerint a különböző mérések alapján 2,3 és 3,6%-os zsugorodást sikerült mindössze elérni a tavalyi évben az orosz gazdaságban. De ami ennél is fontosabb, azok az előrejelzések, és egy orosz propagandistának semmiképpen sem nevezhető IMF becslést szeretnék a tisztelt ház nyilvánossága elé is hozni, ugyanis az IMF előrejelzései szerint 2023-ban a gazdasági növekedés mértéke Európa legnagyobb gazdaságában, Németországban alacsonyabb lesz, mint Oroszországban. Tehát önmagában az a tény, hogy az IMF már 2023-ra Oroszországban gazdasági növekedésre számít, mutatja azt, hogy ezek a szankciók gyakorlatilag semmit nem érnek. Lehet, hogy átmenetileg egyetlen évig, a háború kitörésének az évében zsugorodott az orosz gazdaság, de az IMF előrejelzése szerint is növekedni fog már idén is az orosz gazdaság, de 2024-re pedig azt prognosztizálják, hogy az orosz gazdaság növekedésének mértéke nagyobb lesz, mint a német, az olasz vagy a francia gazdaságok növekedési adatai. Ezt közzétették, a honlapjukon szerepel ez az elemzés. Tehát látjuk azt, hogy Európa számára rendkívül súlyos gazdasági következményei lesznek a háborúnak, sőt már most is vannak, ugye az élelmiszer infláció 20-30-50%-os, de az egész Európai Unióban az infláció 9,2%-os volt. És ezzel párhuzamosan Európa
éppen elveszíti az egyik legjelentősebb exportpiacát, és az egyik legmegbízhatóbb olcsó energia és nyersanyag beszállítóját, így nyilvánvaló, hogy a világpiaci versenyképessége jelentős csorbát fog szenvedni. Tehát, ha az orosz gazdaság zsugorodik, illetve a gazdasági növekedési üteme nyilván visszafogottabb lesz, mint hogyha ez a háború nem lenne, Európa pedig rendkívüli mértékben visszaesik a versenyképességét tekintve, akkor ennek a legnagyobb győztese az Amerikai Egyesült Államok lesz, sőt már most is az, hiszen a tavalyi év nyarán előállt az a helyzet, hogy az amerikai LNG szállítmányokból több érkezett Európába júniusban, mint amennyi orosz erőforrás érkezett. Tehát Európa számításai ebben a háborúban nem jöttek be. Az orosz gazdaság nem roppant meg, az IMF előrejelzései szerint sem idén, sem jövőre sem fog megroppanni. Ennek nyilvánvaló következménye az, és ezzel kell számolnunk, hogy Oroszország évekig képes lesz finanszírozni ezt a háborút. Évekig arra kell tehát berendezkednünk, ha nem történik meg Európában egy stratégiai újragondolása az eddigi politikának, hogy együtt kell élnünk ezzel a háborús konfliktussal, annak minden humanitárius, honvédelmi, biztonságpolitikai és gazdasági következményével is. Ezért a Mi Hazánk mozgalom azt sürgeti, hogy az európai politikában álljon be változás, és ezt a rövidlátó, rendkívül képmutató gondolkodást változtassák meg, mert már most látszik, hogy nem vezet eredményre. Nem vezet eredményre. Akkor tudunk ennek a háborúnak véget vetni, hogyha engedményeket teszünk, és mind a két fél, aki érintett ebben a háborúban, az kompromisszumokra lesz képes. Mert Oroszország katonai megsemmisítésére nem fog sor kerülni, és a gazdasági szankciók sem roppantották meg az orosz gazdaságot. Ez már most látszik. Nyilvánvaló, hogy nekünk magyaroknak azért is különösen fájó ez a háború, mert a kárpátaljai magyaroknak a helyzetét is érinti. És itt nagyon fontos leszögezni azt, amit mintha a nyugat-európai politikusok nem akarnának észrevenni, hogy azért a történelem az nem 2022. február 24-én kezdődött. Persze, ha így tekintünk erre az egész konfliktusra, hogy akkor Oroszország katonai értelemben is megsértette Ukrajna területét, akkor beszélhetünk erről, csak ez is a rövidlátó gondolkodásnak a része, és azoknak a soviniszta intézkedéseknek, amelyeket az ukrán rezsim az Ukrajnában élő orosz és magyar kisebbségekkel szemben meghozott évtizedeken keresztül, annak a magyar közösségek is elszenvedői voltak. És ezt nekünk nem szabad elfelejtenünk. És amikor erre a háborúra, vagy erre a térségre tekintünk, akkor minden más szempontot meg kell, hogy előzzön számunkra az, hogy a kárpátaljai magyarok biztonságát és alapvető kisebbségi jogait, amelyeket egyébként már a trianoni diktátum idején is alapvetőnek kellett volna tekinteni, azt legalább most, több mint 100 évvel ennek a diktátumnak a megszületését követően ismerje el az ukrán állam, és minden egyes kisebbség ellenes vagy magyar ellenes intézkedést meg kell szüntetnie Ukrajnának. És a béke kérdésében van még egy olyan alapvető ügy, amelyről az országgyűlésben is szintén beszéltünk, de a háború kapcsán fontos megemlíteni, ez pedig Svédország és Finnország NATO csatlakozásának a kérdése. Látjuk most azt, hogy parlamenti delegáció is utazik ezekbe az országokba, hogy tárgyaljon az érintettekkel. Ugyanakkor a Mi Hazánk mozgalom részéről ezt egy színjátéknak tekintjük, és teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a kormánypárti frakciók biztosítani fogják a kellő többséget ahhoz, hogy Svédország és Finnország a NATO tagja legyen. Ugyanakkor, ha azt a logikát követjük a tettekben is, amelyeket nagyon sokszor hallunk a kormánypárti képviselőktől, vagy Szijjártó Péter külügyminiszter úrtól is, nevezetesen, hogy semmi olyan lépést ne támogassunk, ami
a háború további eszkalációjához vezet, akkor ebbe a sorba nem illeszthető bele Svédország és Finnország NATO tagsága. Ez egy újabb lépés abba az irányba, hogy növeljük a biztonsági kockázatát a NATO-nak, növeljük a biztonsági kockázatát ezáltal Magyarországnak is, és egy olyan csatlakozási szándékra fog igent mondani a kormánypártoknak is a többsége, amely ellentétes azzal, hogy ez a fajta tűzszünet és béke meg tudjon valósulni. Tehát összegezve azt szeretném elmondani, hogy a gazdasági szankciók, az a fajta politika, amit eddig az Egyesült Államok és Európa folytatott, az teljes mértékben tévút. Európának saját autonóm álláspont kialakítására van szüksége, amely nem rendeli alá a saját érdekeit az Egyesült Államok gazdasági és politikai érdekeinek, és világos, a béke irányába tartó folyamatot tud elindítani. Köszönöm a figyelmet!